Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Előjáróban egy idézet. Az igényes hálás a normális értékelő és elfogadó négy generációs popstrand közönségének köszönhető, hogy 2018-ban indítani tudom az Agárdi Popstrand szabadtéri színpad második 40 évét. Az Agárdiak kérésére 1977-ben kitaláltam valamit, felépítettem, és 40 éve hosszú távon működtetem télen és nyáron. Már kezdem érezni és tudom, a sok százezer rendszeresen megjelenő és visszajáró vendég, a közönség, elégedettsége és a jól észrevehető, olvasható szeretete annak szólt, hogy 1977-től szépet és jót hoztam létre. Büszke vagyok arra, hogy nagyon sok embernek szereztem örömöt és felejthetetlen élményeket az első 40 évben. Vendégem pedig Turbok János Turbina. Szervusz! Szervusz! Jó estét kívánok! Te magad írtad ezeket a gyönyörű, szép szavakat. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez megerősítés nekünk is, de talán neked is valóban szeretünk. Én egyébként azon kevesek közé tartozom, bár szerintem azért vagyunk bőségesen, akik az első pillanattól kezdve ott voltak. Megtisztelsz. 17 esztendős voltam, amikor ott voltam. Na, Jánosom, figyelj, hát azt hiszem, hogy mindig nagyon fontos június 3. hétvégéje, amikor általában elkezdődik a popstand. Nincs ez így másként sem, én azt gondolom, hogy menjünk végig, hiszen ilyen koncertsorozat nincs az országban. Erősíts meg! Én elmondanám a kedves nézőknek, és még egyszer jó estét kívánok, hogy az alapcélom mindig is az volt, az első 40 évben is, egy normális közönségnek, ebben a mai szörnyű, néha szörnyű világban, egy normális közönségnek egy normális, értékes műsor. Én elmondanám viszont most, hogy mikor tettem ki szórlapokat a Agárdi Solompónál, mint teszek ki szórlapokat, egy hozzád hasonló úr, mert hozzám jött, ugye te vagy a Turbok János, mondom, persze, ilyen nevetett, tudjál róla, az ifjúságomat bearanyoztad, így. Egy felnőtt ember ezt mondta, és ez azt hiszem mindent elárul arról, hogy valóban sokan szeretik az Agárdi Popstrand kínálatát, környezetét, színvonalát, nyugalmát, rendjét, a magas színpadot, az alapkövetelmény nálam egy magas színpad mindig is az volt, és ennek köszönhető, csak a közönségnek köszönhető, hogy indul a második 40 év. No, méghozzá milyen frankon, mondom én. Június 23-a szombat, Neoton Familia. Mindig csodálkozom, és Vastag Csaba, de először kell, hogy Neotonról beszéljünk, hiszen én mindig csodálkozom, hogy milyen csodálatos pillanatokat adnak nekünk ma is. Ugye az első pillanattól kezdve a tieid és a mieink. Igen. A Neotonról tudni kell, és le is írtam most a oldalaimon, három oldalon van, hogy hosszú távú zenekar, 70-es években alakult. És bár hosszú távú, de tele voltak ők is válsággal, és büszke vagyok arra, az Agárdi Popstrand koncertekkel, meg a Kertészeti Egyetem klubjás tevékenységemmel mindig a nehéz percekben valami jót csináltam. Például a Neotonnak csináltam két olyan élő tévéadást, amikor egy televízió volt. Egy. És az korán sem egy televízió. Egy. És hétfői szünnappal. És tudtam, hogy segítek a zenekarnak, például 1990-ben a mai formáció, az a Végvári Csepregi Baracs formáció mai, akkor kapott erősítést, stabilitást, mikor Agárdon, az Agárdi Popstrand egy élő tévéadás keretében előadták az Ádám Éva lemezt. Tehát ilyeneket csináltam ugye a háttérben, és a zenekarok ezt jól tudják, hogy Agárdon jól felépni, a közönség nagyon érték, nagyon nagy érték, tehát odafigyelnek, szeretik, aktívak, fütyülnek, énekelnek, mindent. A fütyülés persze jó értelemben, mert annak van rossz értelme is, tudjuk. Tehát a közönség nagyon-nagyon aktív magában, és a zenekar hálás többet ad ki magából. Ez így megy négy évtizedre. És hogy jött párban a Csepékkel Vastag Csaba? A Vastag tesókról tudjuk, hogy egy rendkívül tehetséges srácok, Vastag Csaba pedig különösen. Érdekes dolgot kérdeztél, és a lényeget, tehát sajnos a jelenkorunkban nagyon kevés olyan művész van, akik tudnak arra a szintre emelkedni, hogy Demién, Neoton, Edda, Ergo, Omega, nagyon kevés. A Vastag Csaba a kevesek egyike, aki az értékei, a szakmaisága, az emberi értékei,
a megjelenése, a profizmusa talán lehetővé tesz, hogy ő is a legjobb a közé felkerüljön, és Agárdon a helye, az Agári Popson a helye, emiatt, mert látok benne egy jövőt, látok benne értékeket. Igen, azt tudjuk, hogy te igényes voltál mindig a zenekarok a fellépők kiválasztásában, és ez nem csak az öregek annak idején, akik ma már természetesen legendák, hanem a mostani fiatalok, akik talán legendák lehetek. Pontosan. Mert gyaníthatóan azok lesznek. Mint ahogy ugye legenda nekünk, D. Nagy Lali a miénk, Székesfehérvári, és természetesen Agárdi Popstrand, és a bikini. A bikini szárnyal. A bikini nem változik, azóta, mióta világ, a Lali velünk van. Hát a bikini a 80-as évek elején alakult, és 82-ben, és elmondhatom, hogy nagyon sok emlékem van a bikini együttessel kapcsolatban, akár 1988-ban élő tévadások Agárdi Popstrandról, és a tavalyi koncertet mesélném el neked, vagy önöknek, kedves nézők, hogy mindenki úgy maradt. Ugye ez kell, ugye a Popstrand környezete, magas színpad, egy jó hangosítás, megvolt, és a bikini. És a koncert úgy ment végig, a bikini koncert tavaly Agárdon, hogy mindenki úgy maradt. Na most ez az igazi. Ez az élő koncert varázsa. Amikor együtt van minden, és akkor lehet élvezni sokáig a magyar zenei értékeket, magyar zenei értékeket. Igen, hangsúlyozottan magyar zenei értékek, magyar. Ez az egyik része. A másik pedig, hogy bármennyire is furcsa, mert ma már furcsának tűnik, 40 esztendő alatt nem volt playback koncert a Popstrandon, és azt hiszem, hogy ez voltak éppen mindent elárul. Majdnem volt már, mikor Sutyiban mondta egy zenekar, hogy nem baj, hogy na, hol a dob? Kérdeztem, hogy hol a dob? Nem baj, hogy playback lesz, mondom, baj. Igen. Nem volt zárva a téma. Na, ugyanezen a napon, tehát 30-án Piramis, sajnos Révész Sanyi barátunk nélkül, de ez akkor is legenda ez a csapat. Hát igen. A Piramis 1975-ben alakult, és három alapító tag ott lesz a Popstrandon. A Galai, a Köves, a Závodi. És hát ez a zenekar az, aki tudni kell a fiatalságnak, hogy ők voltak képesek az Omegával, hogy 5 Budapest sportcsarnokot megtöltöttek. 5 Budapest sportcsarnokot. Az nagyon sok. És van egy olyan szomorú emlékem sajnos a Piramissal, amikor a csúcson volt a zenekar 1979-ben, július 22-én lett volna vasárnap a koncert, szombaton Omega, és pénteken betiltottak bennünket. Pénteken egy ilyen elvtársi határozattal, pénteken semmi kártérítés, amikor az Omega, a Piramis a csúcson volt, és ez megtörtént, és a Piramis Omega-ben mindig vannak adósságai. Mert ott mindig voltam az első Piramison még a Révésszel. Azt igen, 1977-ben a szemétszállító pótkocsikon volt a színpad. No, a Piramis, hát akkor, nagy zene élménye szintén, Bikini Piramis, akkor, B52, csupa igen. Jó zene szinten. És akkor jöjjön egy idézet. 1000 éve ott vagyunk Agárdon, ahol összeugranak a nagyon-nagyon erős szívű eddások, az agárdi bulikat mindig és egész évben visszük a szívünkben, és ez erőt ad a nehéz pillanatokban. Ezt ebben az esztendőben mondta nem más, mint Pataki Attila, aki a barátod, amióta világ. A legfontosabb. Attilával még soha nem veszekedtem, soha nem volt a legkisebb vitám sem, soha. Az elmúlt 4 évtizedben, és mindig elmondom, és büszkén mondom, hogy 1979-ben megkapták tőlem az év ígérete díjat, 1981-ben az első tévészereplésük élő tévéadás a Kekről, és azóta megállás nélkül, és Attila meglepett, ezen a sajtófogadáson nagyon sokan voltak, több százan, a dupla album és az Aréna koncertjük sajtófogadásán, és elmondta, hogy az agári koncerteket egész évben a szívükben viszik, és nehéz időkben erőt ad, és én meglepődtem, engem nehéz meglepni, megmondom őszintén, és előadta, hogy magából is kimondta, hogy az agári koncertek milyen fontosak. Tudni kell azért a kedves nézőknek, az Agárd az Edda otthon van. Tehát koncert közben egy kis zsíros kenyér, hogy legyen energia, mert az három órás koncert, tehát teljesen otthon vannak. Mintha bemenne a saját lakásába, a saját konyhájába, úgy viselkednek Agárdon, érzik, hogy mi együtt vagyunk, és évtizedek óta együtt vagyunk, és ki jár jól ilyenkor? A közönség. Egyértelmű.
és a láthatatlan lapos sumákok semmiképpen sem. Hát akkor ezt is elmondom akkor, mert ez érdekes sztori. Vajdahunyadvára, Attilával ott voltunk valamikor Budapest a 80-as években, és Attilát bántották. Erre írta a kör számot, bántották, és akkor mondta, hogy János, én akkor is Pataki Attila leszek. Amikor ezek már sehol nem lesznek. Így is történt. Így történt. Attila még a csúcson van, ők már nem is élnek. Július 14-e, Deák Bél. Deák Bél nagyszerű, és mellette pedig az ismerős arcok. Az ismerős arcok a nélküleddel bejött. Nagyon bejött, nagyon. De, és ide, most tapasztaltuk ide, ezen bejött. A hétvégén egyéb iránt, hogy ugye a családi napot tartottak Dényésen, az is fantasztikusan sikerült. Ez egy csoda csapat. Én azt gondolom, hogy szívünkből szólnak mindenféle értelemben. És ismét találkozik a kínálat, a kereslettel, a fellépők, a közönség igényel, tehát erre büszke vagyok, hogy úgy tudom összeválogatni a műsort, hogy nincs alternatív, nincs punk, nincs káromkodós gangster rap, nincs techno, sokan megsértőnek emiatt, nincs vérköpés, meg ilyen fetrengés, ugye annak ilyen elvadult női szereplők is, ez nincs Agárdon, Agárdon ismerős arcok vannak. Deák Bél Gyula, így van. Funkadeli. Majd ezt követően pedig 21-én azért egy kicsit vágjunk a közepébe, kicsit kemény, Dinamit és Hooligans. Hát a Hooligans ugye ők azok, akik a csúcsra kerültek szintén, tehát nem sok zenekar kerül a csúcsra az első 10-be, első 15-be, na a Hooligans ott van. Nagyon jó meghangszerelt, friss rockzene, arra emlékszem, hogy a tavaly előtti koncerten annyira élvezték a dolgot, annyira élvezték, hogy elkezdtek a színpadon még a buli végén ráadásként egy 30 perces igazi heavy metal blokkot. Nem olyan az Eurovíziós Fesztiválon a magyar induló, hogy nem volt gitár, csak dobes, basszus és ordítás, hogy Eurovíziós dalfesztiválon. Itt igazi heavy metal, és beleadtak mindent, és élvezték. A közösség meg nem volt magánál Gyönyörtől. Ez a Hooligans, a Dinamit pedig akkoriban, amikor ezek a zenekarok játszottak, 1979-ben volt az első koncertjük a Popstandon, július 28-án, ez a zen akkor világszínvonalú volt. Tehát akkor vagy szerette valaki a Dinamitot, vagy soha nem szerette meg, ez egyértelmű. De ez hangszerelésben zeneileg világszínvonal volt, csak a közeg nem volt jó. És örülök, hogy ismét a Gárdon fellépnek, 79. július 28. Azért egy pár év eltelt. Igen. És akkor ott lesz még a... Valaki ott lesz még a Dinamit, rosszul emlékszem. Ja igen, egy ilyen AC/DC formáció, nekem az egyik kedvenc zenekarom az AC/DC, egyébként ezt megmondom őszintén. AC/DC, Bon Jovi, de egy biztos, a Lagárdi Popstandon külföldi zenekarok szándékosan nincsenek. Igen, tehát 28-áról beszéltél az imént, most egy másik július 28-a, először essék szó Király Viktorról, aki egy új hang, azt rendkívüli tehetség, én azt gondolom, hogy Amerikában is meg fogja állni a helyét, bizonyos vagyok benne, mert egyrészt megvan benne a kellő alázat, másik oldalról pedig egészen kiváló a hang és a zene, tehát kézenfogva jár nála a tehetség és az alázat, ennél több nem kell. De ugye van egy ember, egy másik, tehát az Eddához hasonló, akiről megint csak kell, hogy beszéljünk külön, és az nem hideg más. Kirázott. Igen, már is a szőr hideg kirázott. A karodon, Rózsi. Hideg kirázott. Na most nekem van egy ilyen mély gondolatom, és lehet, hogy nem kellemes ilyet mondanom, vagy kellemetlen, de elmondom, amit érzek. Amilyen vagyok, ilyen vagyok, elmondom tapintatosan. Addig kell a Demjént hallgatni, amíg van nekünk, Rózsi, amíg van nekünk. Én néha hallgatom, legtöbbet az Eddát szoktam hallgatni, füvet locsolom, füvesítek, szól az Edda, a Demjén Rózsi a másik, akit szívesen hallgatok magyarban. Szóval pótolhatatlan. A Demjén hang, a Demjén szövegek, a Demjén dallam, az elmúlt 40 év bőven, még több is, és használjuk ki, amíg van nekünk a Rózsi, használjuk ki minden másodpercét, minden percét. Őrült nagy érték, ő lehetett volna a világsztár. Igen, én is így gondolom. A Király Viktor pedig az a másik fellépő, mint a Vastag Csaba, ő megint csak olyan képességekkel rendelkezik, hogy lehet az első 15-ben valamikor, lehet a csúcson. No, hát beleburkolózunk itt a nagyokba, a csodába, de aztán jön egy olyas valaki, illetve egy olyan formáció, aki
Én azt mondom, hogy már most nevetek, és egy kicsit elgondolkodom, hiszen megvannak a mélységei az Irigy Hónay Mirigynek. De ahogy ők csinálják, és amit csinálnak, az egyedülálló. Az a véleményem, és ez nagyon határozott vélemény, elnézést, hogy a humort nehezebb csinálni, mint a zenét. Tehát a humor sokkal nehezebb műfaj, mint a zenélés, mert aki nem tudja eltalálni a hangot, a hangnemet, a feelinget a közönséggel, az ne legyen humorista. De aki el tudja találni, már bejön a színpadra, csak egyet néz, egyet valamit csinál, már a közönség röhög. És még ráadásul játszanak hozzá. Plusz még élőben játszanak, ez, és igen, hát ez... rockzene a kedvencük, sajnos kevés rockzenei számot játszanak, de tudnak és szeretik. Na, akinek van ilyen képessége, és együtt vannak, és látszik, hogy profik, és ők is élvezik. Egy jó csapat, hát ennyi. Hát az Irigy Hónay Mirigy, igazi több generációs nevettető, a zenei igényt is kielégítik valahol, de igazából az egész show, egy nagy lagádi popstand, a legnagyobb humorszínház, mondhatjuk azt, és nagyon várom ezt az augusztus 3-át. Igaz, hogy pénteken lesz, tehát pénteken lesz, de azért nagyon várjuk. Nem baj, hiszen ez 3-a, mert hogy még aznap, és azon a napon Keresztes Ildikót is meghallgathatjuk. Keresztes Ildikóról általában megint ugyanaz egy kicsit, hogy vagy hallgatja valaki, amit a Dinamitról mondtam, vagy nem. Én táborába tartozom egyértelműen, méghozzá évtizedek óta. Én azt gondolom, hogy ő nem nagyon változott, az a fajta karakter, akit bármikor hallgathatok. Most Keresztes Ildikóról nekem mély véleményem van pozitív irányban, nekem mert is. Én mindig a zenéket szeretem mélységben hallgatni. Ahogy mondtam, hogy Eurovíziós Fesztiválon a magyar zenekar zörgött, gyerek ordított, nem volt zene. A Keresztes Ildikónál van zene, van hangszerelés, olyan zenei bravúrok vannak az Ildikó számaiban, annyira élvezhető, plusz még egy jó hang is párosul persze hozzá, hogy az Ildikó nincs a helyén. Ami az ő zenei repertoár, azt jobban kéne valahogy reklámozni, vagy játszani, őrült jó zenei vannak. Sajnos én úgy érzem én is, hogy nincs a helyén, és hát ismerve a magyar könnyűzenei palettát, most már nagyon nehéz újra visszatörnie, de jó helyen van. Hát mi nem késett el nagyon, tehát még van, ha az emberek jobban odafigyelnek a Keresztes Ildikónak a zenéire, a számaira, nagyon szerethetőek, nagyon és nagyon értékesek. Aztán jön augusztus 4-e, tehát másnap, Keresztes Ildikójék után, Kassa Tibi egy kicsit, aki úgy tűnik számomra, hogy egy kicsit megérett, Mankert talán sokat segít ebben a házassága. Nagyon sokat, igen. Igen. Én nem kedveltem őt, most kicsit változott a véleményem. Viszont a legendák köztünk élnek, és én azt gondolom, ha azt mondjuk, hogy Szikora Robi, ergo, akkor megint már látom az arcodon a mosolyt, hogy igen, ez egy kicsit igen, más. Igen, hát az ergo megint csak egy nagyon-nagyon óriási nagy ügy a szemembe, hogy az első Ergo koncertet 1983. március 26-án rendeztem, Budapest-Tavaszi Fesztivál, a KEK, és azóta Robival nagyon együtt vagyunk, mert 82-ben már tervezgettünk, 82-ben, és 83 óta együtt vagyunk, voltak Ergónak hullámvölgyek, voltak, mindenkinél vannak hullámvölgyek, minden zenekarban, minden magánemberben, magánembernél, és a Robit mindig az agádi popstand koncertek húzták ki, tudja. Mindig az agádi popstand koncertek tolták föl, amikor voltak gondok, soha nem felejtél, és ez így is van. Az agádi ergo koncert egy ergosok világ találkozója. Igen. Jönnek. És erősíts meg, az emberek többsége azt gondolja, hogy a Szikora Robi az egy könnyed műfaj, hiszen a színpadon leföl, rohangál, stb. Holott mi tudjuk, hogy a legkíméletlenebb zenészek közé tartozik, aki 100, de inkább 110%-ot követel minden egyes pillanatban a gidáktól, igen, a zenekartól, igen, bárkitől. Jól tudod, jól látod, a legtöbbet ő adja ki magát a színpadon, állítom. A legtöbbet, és végigcsinálja a showt, énekel, rohangál, konferál, táncol, és annyira színpadi ember, annyira kívánja a sikert, hogy ritkaság. A Kassa Tibi pedig, hát ő megtisztelve ezt magát, hogy ennyire én is megtiszteltem őt, igen, hogy ott a helye a popstar műsorában. Ő a humorban is jó, a zenében pedig egy nagyon nagy jó kedvet csinál. Igen. Zenével csinálja, no, jó kedvet. Az utolsó 2, 3, 6 név. Kezdjük először
hogy jött össze ez a három név, hogy Zoltán Erika, Karácsony János, tehát James, és az Animal Cannibals. Ezt magyarázd el. Tudni kell a Turbok Jánosról, hogy nekem a természet, ugye a természet szeretet, a rockzene szeretet, a jó zene, az értékzene, és a tánc. Szóval akik táncolnak, legyenek azok lányok, fiúk, de főleg a lányok nagyon jó dolgot csinálnak. Bármilyen szinten, aki táncol, azért nagyon jó cselekedet. Társasági, egészségi, szórakozási, testedzési, és nálam a tánc mindig fontos szerepet kapott az Agári Popstrandon. Tudnék mesélni, miket csináltam először táncügyben. Első breakdance táncverseny, első országos csoportos táncverseny, és még mindent ügyesen titkoltam. És ez a nap a táncé lesz. Ez a nap a táncé, igen, hát csak nyilván. Tánc. Erika, hát egyik kedvenc a hölgyek körében. Ő is hosszú távú, itt van velünk van. Az Animal Cannibals lesz egy kis rap, de nem az a káromkodós, hanem kis kellemes rap. És James. James pedig az egy kis ízelítő az LGT-ből, a maga intelligenciájával, maga kulturáltságával, mert a James-ről tudni kell, hogy ő egy nagyon, nagyon jó ember, nagyon komoly ember a James, LGT-ről beszélünk, Karácsony János, és az egy kis LGT ízelítő. Igen, annál is inkább, mert hogy én meglepődtem tavaly a Királyi Napok zenei fesztiválon itt voltak. Mm. És a James fantasztikusan énekel. És ezt eddig nem tudtuk. Igen, igen. No. És ott van még Chris Rudolph, aki csinált 5 Chris Rudy tábort, és felnőtt a Rudy, most már Rudolph, és nagyon jó zenei vannak, és látok benne is reménységes, hogy valaki lesz még magasabb szinten. És maradjon meg ő Rudinak, mondom én. Ő Rudolfot kér most már, nekem Rudi, de hát Rudolfot kér, akkor jó. Rudolfot mondod. És a végén pedig, ahogy eddig is, szintén egy három csapat, nagy öregek, Mobilmánia, Viki Dál Gyula barátunk és a Lord. Ez egy méltó befejezés. Azt gondolom én. A második 40 év első évadjának. Mobilmánia, hát szóval ekkor mondjam, hogy vannak olyan zenekarok, akik termékenyek, termelnek lemezeket, ilyen az Edda is például, tehát újabb és újabb számok, és tudnak újabb számokat szerezni, ilyen a Mobilmánia is. Tele vannak új zenékkel, nagyon jól megcsinálják a bulikat, nagyon meghangszerelik, nagyon komolyan veszik, nagyon, tehát két gitáros verzió, teljesen a zenei élmény, a régi számokból ismerítenek, itt van Miki Dál Gyuszi, aki nagyon-nagyon-nagyon sokan felnőttünk, és nagyon sok örömet szerzett a Gyula nekünk. Szintén 40-es, 4000-es múltra rendelkezik. És a Lord. A Lord pedig egy érték, a vidéki zenekarok egyik legfontosabbik a Lord. Én azt gondolom, hogy nagyon érték, nagyon igen, nagy érték. Igen, nagyon és hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Igen, és ők is nem tegnap kezdték. Igazi zenei, rockzenei csemege, és a B52 pedig ott lesz szintén bemelegítésképp egy kis ízelítő a jó zenékből. Így együtt hárman. János, most, hogy így ezt felsoroltuk, hát én mindig elcsodálkozom ezen a felsoroláson. Ez esztendőről esztendőre így van. Végezetül csak annyit szeretnék kérdezni tőled, erősíts meg. Ehhez nagyon sok szív kell, szakmai tisztelet, alázat, nagyon sok barátság, már pedig barátságot mostanság a 21. században csak úgy lehet megőrizni, ha valaki ismeri a minden rezdülését a barátjának, és tisztességgel teszi a dolgát, mert akkor a barátságból visszakap lám-lám. Így van. És számíthatok a művészekre, a közönségen nagyon. 4 generációs, most már 4, eddig 3-nak mondtam. 77-ben, 78-ban 1 generációs volt. Tavaly még 3 generációs, most már 4. Nagyon számítok a közönségre, értékelem munkámat. Ami a szívfájdalom, ami így most már elmúlt 4 évtized, hogy a megyei vezetéstől egy készfogásra kaptam, egyetlen készfogás sem, államvezetéstől sem, nem veszik észre a turbinát. Hát ez kicsit az rosszul esik, de csinálom, és főleg azok után, hogy mindent én építettem föl. Két kezemben. János, mindent. Isten áldjon. Mi, én azt ígérem, hogy természetesen ott leszünk, és az a több 10 000 ember, aki pedig jót szeretne bulizni, remek zenét hallgatni, nagyszerű előadókkal, az nyilvánvaló az Agárdi Popstrandot választja 2018-ban is, hiszen ne feledjük, kezdődik a második 40 év, és ott a helyünk.
megtiszteltél. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tehát kérem ne feledjék, 2018. január június 23-ától augusztus 18-án minden hétvégén várja önöket Agárdon a Popstrand, várja önöket Turbók János Turbina. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!